A korábban megszokott októberi időpont helyett ezúttal a bajnoki rajtelőt rendezte meg a Kárpát-kupát a nyíregyházi Teke klub együttese. A szerbiai Magyar Kanizsa, a szlovákiai Nagy Sáros és a romániai Marosvásárhely ellen ezúttal nem az eredmény, hanem a hazai játékosok formájának felmérése volt az elsődleges. Még nem sok elvárás lehet a játékosokkal szemben, mert közel fél hónapja edzünk rendszeresen a Tekecsarnokban, úgyhogy még nagy eredményekre nem számíthatunk. Bár hozzáteszem, hogy a Szlovenszki Tibor 601 fás teljesítmény az mindenképpen már most látszik, hogy kimagaslik ebből a mezőnyből, úgyhogy ez már mindenképpen örömteli, hogy ő már közel mérkőzési hőfokon ég. De a sportbaráti megmérettetés azt lehet mondani, az a legfontosabb, hogy találkozunk a volt barátainkkal, akikkel évről évre összefutunk a különböző országokba, gondolok itt a Romániába, Szerbiába, illetve Szlovákiában. Szlovenszki Tibor 601 fás teljesítménye végül az egyéni verseny elsőségét jelentette a rutinos játékos számára. A minimális edzés figyelmevéve ez nagyon jó eredmény. Minimális tehát hibáim voltak, ha azok nincsenek, akkor akár a 6-15-6-20-as eredmény is sikerülhetett volna. A csapatversenyt a nagysárosiak nyerték a hazaiak és a Marosvásárhely előtt. Az NTK augusztus utolsó hétvégén visszaadja a nagysárosiak látogatását, majd egy héttel később a bajnokság első fordulójában a Szolnokot fogadják fintáik.